Az 1242-es mongol támadás elpusztította Visegrád, római eredetű 11. századi várát. Ezután épült fel az új vár a Duna fölé magasodó hegyormán, a folyópartján pedig egy új település született. 1323-ban első Károly király ezt a várat választotta székhelyéül, a települést pedig szabad királyi várossá emelte. Az 1320-as évek második felében a városban felépítette az első királyi palotát. A korábbi falusias település lebontott faházai helyén a király több nagy épületet emel. A terület északi részén két nagyméretű ház állott. A hegylábánál épült teraszon emelkedett egy teremépület, amelynek belső részét faoszlopok tagolták két hajóra. Mellette egy kétszintes padlófűtéssel ellátott lakóház magasodott. A feltárások során előkerült padlásablak keretek arra vallanak, hogy a ház padlás terében is lakószobák helyezkedtek el. A terület déli részén, a hegy lábánál egy másik nagyméretű épület állt, amelynek földszintje kőből, emelete fából készült. Felette, a hegyoldalból kivésett teraszon két emeletes kőház állt. Ezeken az épületeken kívül feltehetően több, fából vagy kőből épített ház is tartozott még a palotához. 1330-ban itt a város palotájában tört fegyverrel a királyra és családjára Zács Felicián. A sikertelenül végződött merényletről megemlékező képes krónika hírt először a palota létezéséről. Talán éppen a merénylet tanulságán okulva az 1330-as években Károly király a Fellegvár biztonságos falai közé költözött, és ott is hunyt el 1342-ben. Halála után fia, első Nagy Lajos király visszatért a palotába, és folytatta annak építését. 1347-ig elkészült a palota északi részét övező kerítésfal és a rajta átvezető kaputorony. Egy kápolnát is elkezdtek építeni. A nagy munka azonban a nápolyi háború kitörése miatt félbeszakadt. A hadjáratok idejére a királyi udvar Budára költözött. Mikor a hadjáratok 1352-ben véget értek, a király újra hozzáfogott a visegrádi palota építéséhez. A félbehagyott templom helyére pedig új palota szárnyat emeltek, és lebontották a Károly korából fennmaradt régi lakóépületet. A helyén tágas négyszögletes udvart alakítottak ki, amit a palota kerítés fala mentén felépített, emeletes szárnyakkal vettek körül. Az épület földszintjének déli végében helyezték el a konyhát, mellette pedig a raktárakat. Az emeleten a Dunára néző szárnyban kapott helyet a királyi lakosztály, az északi szárnyban pedig a nagy terem. Feljebb a hegyoldalban egy hosszú, keskeny épület készült, amelyben talán az udvar népszállásait helyezték el. Az épület együttes 1355-re készülhetett el, a királyi udvar ugyanis ekkor költözött vissza Visegrádra. Az építkezések azonban ezzel nem zárultak le. A kaputoronnyal szemközt a hegyoldalba vágott teraszon egy kápolnát emeltek, amelynek egy részét már 1360-ban felszentelték, 1366-ra pedig az egész készen állt. A kápolna elkészülte után tőle északra szabályos, négyzetes alaprajzú, középudvaros, kétemeletes lakópalotát emeltek. Ebben helyezték el a király és a királyné új lakosztályait. Az épülethez hideg-meleg folyóvízzel ellátott fürdőszobát, egy különálló toronyba helyezett vízöblítéses latrinákat, falakkal övezett virágos kerteket csatoltak. A felső kertet és a palota belső udvarát pompás csorgókúttal ékesítették. A lakópalota építésével egyidejűleg a régebbi alsó palota udvari homlokzatát emeletes lodzsával látták el. A palota északi oldalához fallal övezett gyümölcsös kerteket telepítettek, amelyben fából ácsolt kertészház, vörös márvány csorgókút és egy ásott kút is készült. A palota déli részén a még első Károly korából származó épületeket kibővítették, és bennük valószínűleg egy pénzverdét alakítottak ki. E nagy építkezéseket feltehetően János Kőfaragó királyi építőmester irányította, aki 1358-ban Visegrád város polgármesteri tisztét is viselte, 1365-ben pedig munkájáért Lajos királytól egy budai telket kapott adományként. A palota építkezések első Lajos király uralkodásának utolsó évtizedében is folytatódtak. Ekkor építették fel a palota déli kerítésfalát, mellette az új pénzverdét, valamint a hozzájuk kapcsolódó lakóépületeket, amelyek talán a palota vezető tisztségviselőinek szállásául szolgálhattak. Már Lajos király 1382-ben bekövetkezett halála után lánya Mária és annak férje luxemburgi Zsigmond uralkodása alatt fejeződtek be az építkezések.
Ekkor bontották le az új déli kerítésfalon kívül rekett régi épületszárnyakat, a kaputoronytól délre pedig a kerítésfal belső oldalához hatalmas konyhaszárnyat emeltek. A munkák 1409 körül fejeződhettek be. Zsigmond király ettől kezdve gyakran látogatta meg visegrádi palotáját, és fejedelmi vendégeit is szívesen látta itt vendégül. 1412-ben több éves európai körútra indult. Ebben az időben a főbb állami hivatalok Visegrádról Budára költöztek, ahol Zsigmond hatalmas új palotaépítkezésekbe is fogott. A király utazásáról 1419-ben hazatért, de a budai építkezések elhúzódása miatt még egészen 1426-ig gyakran használta a visegrádi palotát. Ebben az időben, 1424-25-ben alapította a palotától délre egy régi királyi kápolna mellett a boszniai obszerváns ferencesek kolostorát. 1426 után azonban Visegrád jelentősége rohamosan csökkent. Zsigmond és utódai többé már nem látogatták meg Visegrádot. A visegrádi palota csak Hunyadi Mátyás uralkodásának második felében, a királynak aragóniai Beatrix nápolyi hercegnővel 1476 végén kötött házassága után született újjá. Mátyás ekkor egy évtizeden át húzódó munkák révén a visegrádi palotát fényes vidéki rezidenciává építette át. A palota pompáját reneszánsz történetírók Antonio Bonfini és Olá Miklós jegyezték le. Leírásaik szerint az épület előtt a Duna partján lovaspálya húzódott, amelyen a király által kedvelt lovagi tornákat rendezték. A pálya felett magasodott a címerekkel és szobrokkal díszített pompás későgótikus erkély. A palota kapuján belépve tágas füves térségen találta magát a látogató. Ez délről a gyalogos lovagi tornákra használt pálya és annak lépcsős lelátója, északról a nagy termek homlokzatát díszítő késő gótikus lodzsa határolta. Az udvar közepén emelkedhetett a vörös márványból faragott reneszánsz múzsák útja. A kapuval szemközt magas lépcsősor vezetett fel a kápolnához. A kápolna előtti teraszon, a hársvák árnyékában szeretett nyaranta ebédelni a király, és gyakran itt fogadta a külföldi követeket is. A kápolna berendezését itáliai mesterek készítették reneszáns stílusban. A márványoltárokról, szentségházról és az ezüst sípokkal díszített orgonáról emlékeznek meg forrásaink. A kápolna szentélyéhez boltozott sekrestje és felette királyi oratórium csatlakozott. A kápolna teraszról nyílott a királyi és királynéi lakosztályokat magába foglaló középudvaros lakópalota, amelynek udvarát alul késő gótikus kerengővel, az emeleten pedig reneszánsz lodzsával övezték. Az udvar közepén emelkedett e reneszánsz stílusú Herkules kút, a király szobrászának Giovanni Dalmatának a remek műve. A lakópalota második emeletéről nyíló gótikus lodzsával övezett felsőkertben budai szobrászok faragtak ki egy oroszlán figurákkal ékesített késő gótikus vörös márványkutat.
palotától északra elterülő kertet is felújították. Reneszánsz teraszok, pergolák és egy kerti villa épült ide. A palotától délre elterülő ferences korostor újjáépítését is Mátyás kezdte el, de már csak utóda II. Jagelló Ulászló fejezte be 1510 körül. A visegrádi palota hatalmas épületegyüttesének építéstörténete ezzel lezárult. Az 1526-ban megindult török háborúk hamarosan romba döntötték e nagyszerű épületet.